Jó napot kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a CÖF-CÖKA és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége nevében ezen a mai adomány átadón. Nagy öröm számunkra, hogy itt Komárdiban ennyi adománnyal érkezhettünk, de hogy miért is érkeztünk, és hogy mi is az a kezdeményezés, aminek következtében ma ennyien itt elfogadták a felkérésünket, erről majd Heisler Norbert, a CÖF országos koordinátora fog nekünk beszámolni. Tisztelettel köszöntöm Vitányi István országgyűlési képviselő urat, illetve Tóth Ferenc polgármester urat, és nagyon szépen köszönjük, hogy a helyszínt biztosította számunkra. Én azt gondolom, hogy megint egy nagyon baráti társaságba érkeztünk, nagyon családi adományátadó lesz, és nem azért, mert Covid-járvány van, hanem mert olyan nagyon önökhöz közel álló, hozzátok közel álló szervezetek, községek kapják most az adományt, akik tényleg arra érdemesek. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. 2016-ba kell visszanyúlnunk, hogyha civil missziót megnézzük. A civil missziónk CÖF-CÖKA a keretében, majd ehhez nem sokkal később csatlakozott a Magyar Asszonyok Érdekszövetség is, 4 pillérből áll. Ebből a 4 pillérből egyet hoztam el Önöknek, ami talán a leghangsúlyosabbra sikerült, és talán már ebből kaptak korábban ízelítőt is, ahogy itt hallottam az elmúlt percekben. Tehát a korszerű gyermekétkeztetés témájában egy Ízigvarázs című receptgyűjteményt adtunk ki. Budai Péter mesterszakácsnak a szakmai közreműködésével sikerült ezt a könyvet összeállítani. Ezzel, hogyha találkoztak, akkor még talán 4 külön kötetben, és most ezt összefésültük, úgyhogy most már egy kötetben van mind a 4 évszak. Hogy miért 4 évszak? Az volt a célunk, hogy minél inkább a helyi alapanyagokat próbáljuk meg bevinni a közétkeztetésbe, és pont emiatt a 4 évszakban, mindig az adott évszakban helyben megtalálható friss alapanyagokból lehet nagyrészt elkészíteni ezeket az ételeket. Fontosnak tartottuk azt is, hogy megfeleljen a sórendeletnek, minden szabályozásnak megfeleljen, mind a mellett, hogy nagyon sok olyan étel van benne, ami a különböző ételallergiásoknak is kifejezetten alkalmazható, adható. Ezzel pedig az a célunk, hogy mindenki ugyanabból tudjon enni, ne kelljen külön menüt összeállítani annak, akinek esetleg valami ételallergiája van. Tovább gondoltuk ezt a helyi alapanyagos témát, hiszen ugye erre nagyon koncentráltunk ebben a receptgyűjteményben is, és 2018 óta itt a mögöttem látható házi befőző berendezéseket adományozzuk civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, önkormányzatokon keresztül a közétkeztetési konyháknak, nagycsaládosoknak és helyi kistermelőknek, őstermelőknek. Túl vagyunk most már 70-nél is több átadó alkalmon, és már lassan 450-hez közelít az a szám, ahány készüléket átadtunk. Az volt a célunk vele, illetve az a célunk jelenleg is vele, hogy ami itt helyben megterem alapanyag, azt itt helyben dolgozzák föl, és ezt a hozzáadott értéket beleépítve akár értékesítésre kerüljön, akár pedig itt helyben elfogyasztásra kerüljön. Fontosnak tartjuk azt, hogy ahol lehet közösségépítő program keretében valósuljon meg ezeknek a készülékeknek a használata, tehát ha mondjuk egy iskolára, óvodára vagy egy civil szervezetre gondolunk, akkor ott közösen akár már az alapanyagnak a begyűjtése is valakinek a kiskertjéből vagy a helyi piacról közösen megtörténik, utána egy közös feldolgozás keretében meg lehet ismertetni a fiatalokat is a befőzés, a lekvárkészítés tudományával. Nagyon fontos az, hogy a lekvárkészítésnek, befőtkészítésnek is ugye van egy helyi sajátossága, mindazonáltal, hogy már maga az alapanyag is a helyi ízeket hordozza magában, de hogy ezt minél inkább tudjuk átadni a fiataloknak is, hogy ők is majd az ő gyermekeiknek, unokáiknak tovább tudják adni. Most, hogy ez a helyben megtermelt termékeket minél inkább hasznosíthatóvá tegyük, bizonyos fokú feldolgozás szükséges hozzá. Ezek a gépek ezt a feldolgozást segítik elő, meg azok a fejlesztések, amelyek a településeinken voltak a közmunkaprogram keretében.
Én úgy gondolom, hogy a közmunka program az egy sikertörténet a magyar vidék életében, és hozzájárult ahhoz is, hogy ugye teljesítsük azt a kormány ígéretét, miszerint mi a vidéki életformát preferáljuk. És most már, ezt mindig el szoktam mondani, a vidéki és a városi életforma között nem mi minőségi, hanem életstílusbeli különbség van. Én magam ugye a vidéki életformát preferálom, el sem mozdultam innen, amióta születtem vidéken lakom, és azt gondolom, hogy azok a hagyományok, ízek, amiket anyukánk meg nagymamáink csináltak, hogy egy nagy üsbe főzték a szilvalekvárt. Az én időmben én olyan öreg vagyok, itt a hölgyek nem olyan öregek, én még azt is láttam, hogy a dédnagyám a szappan főzte, és egy tollal ellenőrizte, hogy elvált-e vagy nem vált el, hogy jó vagy nem, és akkor mikor elkészült az a szappan, akkor fel a padlásra, és hát nem amó, meg nem faszappan, hanem hát házi készítés is ottan volt. Hát ahhoz képest nagy utat tettünk meg ezekkel a gépekénk, meg azokkal, amelyek jelen pillanatban a közmunka program keretében is használnak. Én büszke vagyok minden településünkre, hiszen a oda datált pénzeket nagyszerűen használták fel, és minden település hát feltalálta, vagy kitalált önmagát, azt a terméket állítja elő, amely az adott természeti és munkaerő adottságának megfelelő. Hiszen nem lenne az helyes, ha a 41 településből 37 tartozik a magyar faluba, mindenki ugyanazt állítaná elő. Többször beszéltünk már arról, hogy mindenki nézze meg azt, hogy milyen termőföldjei vannak, milyen munkás kezek állnak rendelkezésre, mert ezek mind fontosak. És az itt lévő meghívott települések vezetői azért vannak most itt, mert a jók közül is a kiemelkedőek, tehát a termékeik nagyon kellendőek, akár a száraz tésztára gondolok, amit előállítanak ugye Gáborjánba, de máshol is Konyáron a zöldségtermesztés, vagy Csökmön is, hogy? Tojás. Igen, hát a múltkor éppen egy szobor avatásnál voltunk, és mondom, kint a főút mellett, mondom, csirkét szállítanak, nem azt, hogy a tojóállomány itt van közel, azt az illatot, szagot éreztem. Azt hittem, hogy mögöttünk elmenő autó csirkét, de hát tojást állítottak elő. És hát természetesen, amit termelnek, hál' Istennek, az olyan mennyiség, hogy önmaguk nem tudják felhasználni, a saját konyhájukon se, és akkor barteleznek. Kinek tojása van, akkor tojást ad, a másik zöldséget, a harmadik száraz tésztát. Tehát egy nagyszerű együttműködés alakult ki a települések között. És hát a fejlesztést, fejlődést az is mutatja, hogy rájöttek természetesen a leleményes polgármesterek, hogy annál jobban tudják értékesíteni, minél nagyobb a feldolgozottsága. Tehát nem úgy a felhúzott répát, hanem azt a géppel éppen, ahogy láttam, Bakonszegen, ugye ilyen vékony szeletekre vágtam, mondom, mi lesz belőle, ez a megyen a savanyúságba bele, meg a többit is aprítják, és akkor már nem paprikát adnak el, mert nem sárgarépát, hanem csalamádét adnak el, és ami nagyon finom és ízletes, hiszen ezekben az ízekben az ott dolgozó falusi emberek tudása, felhalmozott tapasztalata is benne van. Mai napon kb. 1000 főre főzünk, ami szociális étkezésben és gyermekétkeztetésben van, plusz 1240 fő körül van, aki a népkonyha keretében még délután étkezésbe fog részesülni, tehát ez összesen közel 2200-300 ember, és ez a mennyiséget, amit mi meg tudunk termelni, az magától értetődő, hogy teljes mértékben felszippantja, és mi ezt is próbáljuk használni, amit szoktunk a szokványos mezőgazdasági termékeken túl, ez a cékla pluszban, illetve a ciok a mezőgazdasági programban, és akkor a ciok seprűt kötünk a téli időszakban, hogy akkor is tudjunk foglalkoztatni, mert ezt a 400 embert nem szeretnénk semmiképpen sem az októbertől áprilisig terjedő időszakban túl sem kitenni a közmunkaprogram keretéből, mert ez a megélhetési forrás, ami a jelen pillanatban a város nyújtani tud.